Jó napot kívánok! A Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtést indít, hogy közvetlenül az emberek döntsenek az új köztársasági elnökről. Magyarország három legutóbbi köztársasági elnökéről is Orbán Viktor döntött egy személyben, és tudjuk, hogy mi lett a vége. Előbb egy plagizáló, a fél doktoriát másról lemásoló köztársasági elnököt választottak, majd egy önálló vélemény nélkül folyamatosan csak aláíró gépet, Végül egy olyat, aki egy pedofil bűnöző segítjének adott el neki kegyelmet. Ha ismét Orbán fog választani, akkor ismét egy méltatlan pártkatona lesz hazán köztársasági elnöke, ezt pedig nem hagyhatjuk. Ezért kezdeményeztük, hogy Európa legtöbb országához hasonlóan nálunk is az emberek döntsenek a köztársasági elnökről. De ahhoz, hogy ezt véghez vigyük, az emberek segítségét fogjuk kérni. A Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtést indít a közvetlen köztársasági elnök választásért. A következő hetekben ott leszünk az utcákon, hogy minél több ember írhassa alá, hogy magához akarja venni a jogot a köztársasági elnök megválasztására. A DK aláírásgyűjtéséhez akár az utcai aláírópultoknál, akár online is lehet csatlakozni. És mindenkit arra kérünk, hogy írjon alá, hogy ne Orbán, hanem végre az emberek döntsenek. Pontosan tudjuk, hogy mi lesz a vége annak, ha ismét Orbán Viktor és a Fidesz frakció választ megint. Éppen ezért a DK aktivistáival az ország minden pontján találkozhatnak. Írjanak alá, és vegyük vissza Orbántól a köztársasági elnökválasztás jogát. Köszönöm.